Élesztő. Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig. A Paks FM-en. 8:30 után járunk, 5 perccel. Gyönyörű szép napot kívánunk mindenkinek, és a vonal túloldalán Vajai Andrea, aki a németországi Limburg mellett él. Szép napot, reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok nektek is. Szervusz Andrea, szia. Na hát azért hívtunk egyrészt, mert ugye nálunk is kezd kibontakozni ez a koronavírus. Hát ilyen csúnyán fogalmazva Németország már előrébb jár. Először is légy szíves, tájékoztass már bennünket is, a kedves hallgatókat, hogy te, illetve a családoddal mi a helyzet, ki hol él, hol van most, mert vannak itt azért elég érdekes információk veletek kapcsolatban. Hát igen, sajnos... Hát a férjemmel vagyunk itt kint, a két lányunk 18 és 20 éves, ők Magyarországon, ők tavaly hazaköltöztek, mert nem tetszett nekik itt az élet, úgyhogy ők otthon laknak. Édesanyám van otthon, férjemnek a édesanyja, és a sógornő, még elég nehéz így meghozni döntéseket, nehéz volt így a hétvégén is, hogy hazamenjünk, ne menjünk, hazamenjek én egyedül, vagy nem. A férjemnek cége van, 15 család él ebből a cégből. Nagyon sokat kellett ezen gondolkodnunk, hogy felelősséggel tartozunk azért a 15 családért, és nem hagyhatunk itt papot, akármit, hogy és hazaszaladunk. A lányok nagyok, nagyon felelősségteljesen élnek otthon szerencsére. Ők azt mondták, hogy kikértük az ő véleményüket, ők azt mondták, hogy inkább maradjunk így kettő-kettő, hogy senki ne maradjon egyedül. Igen, hát ez végül is egy, igen, tehát egy okos... És akkor ők hazatértek? Hát ők már korábban, nem? Tehát, hogy csak, igen, igen, ők egy éve otthon viszont élnek. Ha jól tudom, akkor a háttérinformációt kapva, ugye, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag viszont az egyik lányotok az éppen nem régiben látogatott meg benneteket. Igen. És aztán, hogy visszajött, és ő akkor most önkéntesen, vagy már egyébként hatósági? Önkéntes karanténban van otthon, vasárnap fog neki letelni, de hát utána is szerencsére mind a ketten betartják. A nagyobbik, aki nincsen karanténba, ő jár a mamához, de csak a kapuig, és intézi neki a gyógyszertárboltot, mert megtiltottuk annak, hogy kérdésem el a percből. Nekünk itt a híradásokból az jön, hogy a németek nagyon-nagyon fegyelmezetten kezelik ezt a koronavírus helyzetet. Több az eset, mint Franciaországban, mégis az elhalálozási arány jóval-jóval kisebb. De ezt hogy tudnád megerősíteni, illetve hát a német egészségügyről is, nyilvánvalóan a személyes tapasztalatokról is ejtsünk pár szót? Hát Németországban tegnap óta 3000-rel nőtt. Ahogy én nézem a térképen, itt Hessenben tegnap előtt és tegnapra volt egy nagyon nagy emelkedés, ott 44%-os volt, most 547 megbetegedés van itt a mi tartományunkban, viszont ez a tartományban több mint 6 millióan laknak. Egy halálos áldozat volt Wiesbadenben a kórházban, egy 68 éves férfi, de ő előtte is már beteg volt. Egyébként... Igen, karantént még nem rendeltek el, sajnos, azt kell mondanom. Pénteken, csütörtökön bejelentették, hogy nem lesznek iskolák, óvodák egészen a tavaszi szünet végéig. Amit, ahogy én látom, én nekem van egy kutyám, akivel kijárok az erdőre sétál, hogy a német lakosságnak a nagy része az betartja. De ha én látok német gyereket, akkor kettő, maximum három, akik vagy kocognak az erdőbe, így a szántóföldek mellett meg az erdőbe, vagy pedig sétálnak, de csoportosulást németeknél nem láttam. Viszont a törököknél igen. Tehát ugyanúgy csoportokba játszanak, tömörülnek az utca. Szerencsére tegnap lezárták a játszótereket is, így nem tudnak oda menni, meg a focipályát, mert szinte úgy fogták föl, mint egy szabadságot. Akkor majdnem, hogy egy időben történnek egyébként ezek a rendeletek? Vagy nagyjából hát... igen, egy-két nap, ami így a különbség. Hát sőt, hallom, akkor esetleg látom, hogy... van olyan, ahol még talán mi hamarabb is intézkedtünk esetlegesen, mint a németek. Igen.
Ez érdekes egyébként, hiszen igen, azt gondolnánk a sok, már hát úgy a sok, hogy hát ma a mi hozzánk képest, meg hát egy ember is sok ebből a vírusból, hogy fertőzött, de hát, hogy mégis ugye nálatok azért jóval több a fertőzött már most, nálatok hát kint Németországban, és akkor az ember azt gondolná, hogy akkor valószínűleg az intézkedések terén is jóval előrébb járhat esetlegesen Németország, mint Magyarország, de akkor ezek szerint nem feltétlen, tehát gyakorlatilag nagyjából egy kupacba haladunk. Nagyjából, igen, úgy látom, igen, én is így a boltok bezárása az ma van szerda, tegnap, vagy hétfőn jelentették be, igen, hogy bezár az összes bolt, csak élelmiszer, gyógyszer. Na ez mondjuk nálunk még nincsen. Drogéria. De szerintem most már pillanatok kérdése is nálunk is. Időben ezt nagyjából... Ja, itt már két napja, aha, zárva van minden. Időben hogy kell ezt elképzelni, mikor kezdődtek ott a folyamatok, hogy értesültél, mikor, és az mennyi idő alatt? Hát múlt héten. Vasárnapra tetőződött, úgy pénteken kezdtünk el ugye hallani, hogy van egy-kettő, néztük a térképet, itt van egy applikáció, amin egész Németország és tartományokra lebontva, és akkor nézegettük, én mindig nézegettem, és vasárnapra tetőződött, ugye vasárnapra mondták a határzárakat, akkor volt nekem egy nagyon mély pontom, ott azt az egész délután azt végig sírtam. A gyerekekkel konzultáltunk, akkor persze próbáltam nem sírni, de hogy mi legyen, hazainduljak én egyedül, hazaviszem esetleg innen a vírust, és én fogom ott terjeszteni útve azért egy 1000 kilométer, meg kell állnom a kutyával, meg kell állnom tapolni, tehát mi a felelősség teljesebb? Nagyon nehéz úgy dönteni, hogy az agy és a szív együttműködjön. Ez egy nagyon jó mondat volt. Említetted, hogy a kutyával ugye kijársz azért sétálni, akkor ezek szerint ti is valamilyen est ilyen önkéntes karanténba vonultatok, akár a férjeddel. Igen, hát én a férjemnek muszáj dolgoznia, muszáj a cégni addig, amíg nem lesz rendelet rá, hogy nem dolgozhatnak. Szerencsére nagyjából elzárt helyeken dolgoznak, saját autókkal járnak, nem nagyon találkoznak, egy-két vízvezeték szerelő, vagy egy-két más szerelővel találkoznak, de úgy nem sokkal. Viszont most reggel írt a kismama barátnőm, hogy lázas, beteg, több mint valószínű, hogy elkapta neki. Ilyen. A férje orvos, pont egy tüdőkórházba. Hát akkor... De az, amit előbb kérdeztél, az egészségügy, itt se csinálnak rengeteg teszt. Sajnos, amit szerintem egy óriási hiba itt Európában. 47 euró egy teszt, hogyha meg akarod csináltatni. Tehát, hogyha egy fiatal, egészséges ember betegszik meg, akkor több mint valószínű, hogy nem fogják megcsinálni nála a tesztet, mert átmegy rajta kisebb, nagyobb lázzal, de nem valószínű. Akkor igazából... Írják. Most így a fake news zal kapcsolatban annyit, tehát olyan info, nem mondom azt a hírportált, pontosan azt olvastam, hogy Németország nagyon fegyelmezetten kezeli, ott ha már valaki egy kapar a torka, azonnal elvégzik rajta a tesztet, akkor ezt most a teljes mértékben meg tudod cáfolni. Hát itt most ez teljes mértékben, igen, ismerősünk lázas, azt mondta neki az orvos, hogy feküdjön, csillapítsa a lázát. És ennyi. Ha rosszabbul van, akkor telefonáljon. És pillanatok alatt ugye meg sokszorozódott a betegek száma. Mit érzel, hát nem csak magadon, hanem úgy a német lakosságon, hogy pánik hangulat van, vagy mindenki szépen kulturáltan, fegyelmezetten megtesz mindent annak érdekében, hogy elkerülje a fertőzést? Én úgy látom, hogy teljesen fegyelmezettek. A boltokba itt is történt úgymond ez a pánikvásárlás, de sehol egy vitát, sehol egy hangos szót nem hallottam. Én nem nagyon járok most már boltba, vettünk egy pár dolgot, amit úgy gondoltuk, hogy érdemes, de a boltok itt is azért WC-papír, a zsebkend, konzervek, ezek eléggé le vannak fogyva, sőt, mi szombaton nem tudtunk WC-papírt venni, de hétfőre már az ellátás folyamatos, és de lehetett venni szombaton húst, tehát nem láttam azt az üres polcokat, amit az otthoni
akik feltöltöttek képeket, hogy milyen fosztogatás van a boltokban. Lehet, hogy fura kérdés, de ugye azért a magyar helyzettel is gyönyörűen napra kész vagy. Mit gondolsz, hol kellene már tartani a készültségnek Magyarországon? Egy személyes vélemény alapján, és ezt kihangsúlyozzuk, mert ugye most téged is felhívtunk, és hiteles információt adsz arról, hogy egyébként a híradások azért nem feltétlenül fedik a valóságot. Te személyes véleményed szerint hol kellene Magyarországon tartania már így a veszélyhelyzetnek? Kiárási tilalom. Én szerintem ez lenne a... Ez az én tényleg én személyes véleményem. Meg teszteket csinálni, hogy a gócpontokat megtalálják. A rengeteg tesztcsinálás és kijárási tilalom. Ha nem lassítják le kijárási tilalommal a betegség terjedését, akkor szerintem... akkor nagyon el tud halapózni a helyzet, és mind nálatok pillanatok alatt ugye meg sokszorozik, tehát napról napra nő rohamosan az esetek száma. Igen, de azt is nézed, ugye, hogy azért Németország lakossága 82-83 millió Magyarországhoz képest, de igen, meg a másik az, hogy Németország egy igencsak átvonuló forgalom, tehát mind, aki északról jön, ugye a vendégmunkások, mindenki, aki elindult haza, az mind Németországon keresztül. Mely, hát igen, nagy átjáróház. Utána jön Magyarország, ugye, vagy pedig lefele, délfele mennek. Igen. Én biztos, most hogy a határlezárások, a repülőtere, most reggel lezárt a frankfurti repülőteret olyan szinten, hogy csak Európából fogadhat gépet, bár szerintem onnan se kéne, nézzük a olasz-spanyol eseteket. Igen. Na most ugye említetted, hát egyrészt ugye ti is ugye nem ős németek vagytok, és ugye említetted például a török vendégmunkásokat, hogy ők annyira nem nagyon foglalkoznak ezzel a fertőzéssel, vagy legalábbis az előírásokat, az ajánlásokat nem nagyon tartják be. Egyébként is ugye beszéltünk arról, hogy a németek azért ennél sokkal körültekintőbbek. Az őslakosok, tehát a német állampolgárokkal egyrészt tudod-e valamilyen szinten tartani, akár telefonon, vagy akár a neten a kapcsolatot? Vannak, gondolom, ilyen barátaitok. Ők milyennek látják a helyzetet már, mint hogy mire készülnek? 2-3 hétre, 2-3 hónapra? Tehát mennyire pesszimisták, avagy még itt a bajban is esetleg van valami kis optimizmus bennük? Húha, erről pont nem beszéltem. Előbb a szomszédasszonyommal szoktam beszélni, a barátnőmmel most beszéltem ma reggel először, de mondtam, hogy majd visszahívom, mert telefont hívok ugye tőletek. Ő neki még dolgoznia kell, bejárnak dolgozni az emberek, mindenki. Akinek kell, aki még tud, ő bejár. Nem látok olyan hűde nagy pánikot. Én mondom, így a boltba voltam, én itt járok ki, nekem kedden kezdődött volna az új munkahelyem, amit persze így visszamondtak a bizonytalan helyzetre való tekintettel, mert pénteken fejeződött be az előző munkahelyem, úgyhogy nem látok úgy, tehát ők is, amikor írtak a munkahelyről, várnak nagyon szívesen, de mivel, hogy ennyire bizonytalan most a helyzet, így most nem tudnak új embert felvenni. Nem látok úgy igazából pánikot, meg pont erről nem beszéltem. Értem, oké. Jó, rendben van. Jó, búcsúzóul, akkor üzenj már, légy szíves valamit a hallgatóknak és a magyaroknak, hogy mégis milyen szabályokat tartsanak be, vagy mi az, ami hasznos tanács lehet tőled. Aki tud, maradjon otthon. Ennyi. Tényleg, hogy lelassítsuk a folyamatot, a kórházok el tudják látni a betegeket. Így van. Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és természetesen én kitartást, köszönöm. És vírusmentes heteket kívánunk. Ezt kívánjuk, így van nektek. Igen, mindenféleképpen. Minden. Jó? Kitartást, erőt, türelmet hozzá. Köszönjük, és viszont kívánunk minden jókat. És köszönjük, hogy beszámoltál nekünk. Szervusz, szia. Vajai Andreával beszélgettünk az elmúlt percekben, aki Németországban él, Limburgban, és gyakorlatilag hát az ottani helyzetről számolt be, és hát ez érdekes egyébként, hogy amely hírek hozzánk eljutnak, és ezt ugye már Kína esetében is tapasztalhattuk, hogy jönnek a
hírek, és akkor, hogyha beszélsz valakivel, aki viszont meg ott él, akkor azért nem mindig csengenek össze feltétlen a tapasztalat és a hírekben foglaltak. Ezt ott is megállapíthattuk, és ugye említetted most itt ezt a cikket, amire hivatkoztál, igen, hogy igen, azért igen. A helyi tapasztalat nem feltétlen azt erősíti, ami esetlegesen a hírben így volt. Így van, ezért nagyon jók ezek a beszélgetések, mert ténylegesen hiteles információkat hallunk test közelből. Paks 96.3. A mindennapok ritmusában. Összeköt veletek. 96.3. Negyed évszázada Paks frekvenciája.